Az új tanműhelyben dolgoznak a Déli ALC Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium cukrász és pék tanulói. A legkorszerűbb eszközöket tartalmazó helységeket most alakították ki egy közel 240 millió forintos pályázatnak köszönhetően, de a pénzből az intézményhálózat Lengyelen található iskolájába nehéz gépeket is beszereztek. Egy teljesen új pék cukrász tanműhelyt sikerült a mai napon átadni, egy ilyen 142 millió forint összköltségvetésből valósult ez meg, míg a lengyel iskolában pedig a mezőgazdasági gépész oktatás feltételrendszerét javítottuk, egy 72 millió forint értékben, ahol egy új New Hollandot sikerült beszerezni, és az ehhez kapcsolódó munkaeszközöket. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője, az átadón arról beszélt, 2020 óta, amikor létrejöttek az agrárszakképzési centrumok, Tolna vármegyében egymást érik a fejlesztések. Ez pedig garanciát jelent arra, hogy az intézményekben tanuló diákok szakmáik legjobbjai legyenek. Nem régen egy új vágópontot adtunk át, most egy új pék és cukrász üzemet, de a déli szakképző központhoz tartozik a lengyeli szakközépiskola, ott új növénytermesztéshez kapcsolódó mezőgazdasági gépeknek a beszerzése valósult meg. A beruházás több mint 260 millió forint értékben jött létre, és én azt gondolom, hogy ez nagyban hozzájárul térségünkben lévő mezőgazdasági élelmiszeripari szakképzésnek a magasabb szintű üzemeltetésére, illetve működtetésére. Az átadó ünnepségen részt vett Nobilis Márton, az Agrárminisztérium államtitkára is. Ő azt mondta, hogy a kormányzat 750 milliárd forintos támogatási programmal segíti az élelmiszereket előállítókat. Ez az élelmiszeripar jövőjét és alapját letelti. Nekünk az a célunk, hogy a magyar élelmiszeripar mutassa meg azokat a lehetőségeket, amik benne rejlenek, hiszen Magyarország 20 millió ember ellátására már most is alkalmas, de mi azt szeretnénk, hogy a maga bíróállamot megteremtessük, ne szoruljunk importra, és a teljesen ellátást meg tudjuk valósítani azokból a termékekből, amikben az előállítására képesek vagyunk. A mostani beruházás sorozatra több mint 236 millió forintot költöttek el az intézmények.